túl vagyunk az első napban, a srácok most már meg is reggeliztek, kezdődik a második, és jön az egész tábor egyik legérdekesebb esemény, ezek a bizonyos stressz interjúk, amikről a srácok annyit tudnak, hogy nagyjából egy munkainterjút szeretnénk szimulálni velük, de a kérdések lehet, hogy egy kicsit erőteljesebbek lesznek, mint amikre ők egyébként számítanának. Sziasztok! Szia! Foglalj helyet! Garda Bence, sziasztok! Oli! Garda Benjamin! Gerda? Garda! Sziasztok! Hello, hello! Foglalj helyet! Szia! Oli! Konnekor Kermit! Szabó Kriston, szia! Sziasztok! Ali! Szia! Hello. Szabó Kriston! Bence! Sergi Bence! Oli! Hello, sziasztok! Szia! Bravo! Mester Péter, szia! Szabó Kriston, szia! Mester Péter. Sziasztok. Berti. Berti. Szia, főnök. Hello. Ciao. Cristo. Rodrigo. Ciao, Oliver. Rodrigo. Ez a fajn neve, ez a Rodrigo. Felállítsz egy kicsit. Milyen magas vagy? 1.77-1.78 körül. Egy vidám embernek tartom magam. Na, és egy olyat megpróbálnak, hogy mosolyog egyet? Egy kicsit nagyobb. És most így megfordulna a kamera. Jó, fel, vagyis kajas. Tényleg, muszáj, mert így tökéletes. Miért nem sikerült eddig mondjuk ilyen más csapatba játszani? Igazából ez az első év, amikor úgy nagyjából bekerültem ebbe a közegbe. Első kérdés, hogy jó bekezdtél. Túl fiatal voltam. Erre én sem tudom a választ, nem kerestek meg. Talán nem sikerült még olyan kimagasló eredményt elérnem. Fiatal voltam. Hogyan látom magad 5 év múlva, mint a legfőbb céljaid? Először is szeretnék itt bekerülni. Fogadjuk szerintem. Amint betartom a 18-at, szeretnék nemzetközi sikereket is elérni. Szeretnék továbbra is a FIFA-val foglalkozni. Ezt kitaláltuk is. Nem tudom még, hogy a szakmában maradok-e, vagy valami más. Tehát hogy attól függ, hogy hogyan jön be ez a FIFA-s. Az a célom, hogy fejlődni tudja a Gabó mellett például. Már jobb csapattársat el sem lehet képzelni Magyarországon, szerintem nála. Nem így. Szereti a nyaliznak ennyire. Hát jó, most én az igazat mondom. Ha esetleg olimpiai sportág lesz 2026-ban, már repesgetik egyébként, akkor szeretnék az olimpián is részt venni. Őszintén belek tartod magad? Igen. Szüleidnek hazudtál már valaha? Szerintem még nem hazudtam nekik semmiről. Hazudtam. Talán egy-két rossz dolg azért volt. Szerintem nem volt. Most nekünk is hazudsz. Nem, tényleg nem volt szerintem. Hát amikor súlyban rossz jegyet kaptam. Tanulmányokban hazudtam, buli után hazudtam. Csomószor. Rendszeres hazudozó vagy? Most már nem, de 2-3 éve azért aktívan. Én, most az igazat mondtad egyébként az interjú alatt? Vagy igen, nem? Igen. Minden, amit elmondtál, az full igaz magadról, stb. Persze. Mivel akarnád még meggyőzni a bizottságot, hogy te melletted döntsenek. Én úgy érzem, hogy kicsit közvetlen vagyok, mint a többiek egyébként. Szerintem megvan bennem az a lázat. Kommunikatív vagyok, úgy gondolom, mindenkivel megtalálom a közös hangot. Hogy ez az elég megtalálhatod például? Egyből. Bejöttem, már oktattam. Mit csináltál? Bejöttem és már oktattam. Kinek? Mindenkinek. Hűha. Ugye fiatal vagyok, viszonylag jó képű szerintem. Az idei évet nézve, most ezt a versenyt leszámítva, elértem olyan eredményeket, amit mondjuk más nem. Elkezdtem járni edzeni konditerembe is. Jó lehetnék talán így brandnek weboldalon. FIFA-n belül kell, vagy úgy az élet minden területén? Hát a FIFA is számít, nyilván azért vagyunk itt. Többiekhez képest fiatal vagyok, és még van időm fejlődni. Mindig belevágsz így valakinek a szavába, hogy nem, nem szokásom. Nyilván a többiek is nagyon jól játszanak, őket is ismerem már nagyjából, kb. Mindenki ellen játszottam a verseny a kemp előtt is, de úgy érzem, hogy van bennem annyi, hogy jobbak tudok lenni, mint ők. Bocsánat, nála, hogy nem figyeltem még egyszer. Arra szeretnék megkérni, hogy mondj magadról 3 jót és 3 rossz tulajdonságot. Sose kések sehonnan. Próbálok pozitív lenni. Uh-huh. Ez a jó tulajdonság. Igen. A 3 pozitív tulajdonság az az lenne, hogy az alá... Gyerek fejjel gondolkodtam akkor, tehát kontroller dobáltunk, stb. A srácokkal. Nem vagyok egy ideges típus. Ami az életben nem húz fel annyira, az a játékba kijön. Semmi baj.
Hát szerintem a kellő motivációt mondanám, ezt az alázatosságot, amit eddig kiemeltem. Én is azt érzem egyébként, hogy átütném a monitort, hogyha ezt nem jöttem érezni. Kell a higgadság, sajnos. És nem sajnos, de. Hát szerintem meg egyáltalán nem jó hozzáállás ez. Ennyi volt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszi. Ciao. Ciao. Szia. Szia, szia. Domination eSport, I think that's a very, very nice project, and that would be a honor for one of you guys to be a part of this. I think Domination has very much potential and will be in the next years one of the best eSport teams in the world. Ezt talán nem kell annyira lefordítani, de a lényeg, hogy ő is azt gondolja, hogy egyrészt a Domination eSport egy nagyon ígéretes projekt, másrészt valószínűleg jelenleg a legjobb Magyarországon, amihez csatlakozhattok, és a potenciális nagy benne hosszú távon, és már csak ezért is megvan a lehetőségetek, hogyha bekerültök ebbe a csapatba, hogy ti is akár a legjobb a közé keveredjetek, akár világszinten is. Rodrigo, I will start with you. You are the youngest player in the team, 16 years old. I think you are a good player, good skills, very clean skills. You play good, but not yet on the highest level. Maybe in 2, 3, 4 years, you can be maybe an Austrian champion. I trust in you. This moment, you have to work harder. I believe in you, but now I think it's too early. Bertie, you are next. You are in the defense, your player switching is good. In the offense, it's very slow without any ideas, yeah? You pass the ball, pass the ball, pass the ball. And FIFA 21, the meta is you have to come around the open box and then you have to skill. Nagyon tetszett neki, ahogyan védekezel, ahogyan váltod a játékosokat, viszont összességében a támadó játékodat ugye túl lassúnak találta, és nagyon kevés a csel, a trükk, azok a dolgok, amelyek ugye tényleg a meta dolgok most a játékban, ami a legfontosabb jelen pillanatban a FIFA-ban. Benze, Kara, very skilly, very fast. Sometimes too fast, I think. Not good for your concentration. You skill. You do many things. You will lose the ball and then, mistake. You have to keep more calm. I think you have potential. You are not the youngest with 21, yeah? So more difficult it is to be clear in your brain the whole day. So. You have to work on it at the moment, and your defense is so with your brain connected, not that good. Abszolút, én is így láttam, ahogy ő kicsit mélyebben belement, ami nekem jó volt, hisz én ezt építő jelleggel fogtam fel az egészet. Ugye azt mondja, oké, lehet, hogy nem te vagy a legfiatalabb a csapatban, de egyébként meg a játékodban az alap az egészen jó. Peter is next, yeah. The first thing, yeah, I think you have to look more to the in-game meta things. Your skills in the offense are okay, but in the defense, not good, because you have always to anticipate. You must know what is the opponent doing in the next. You have to anticipate, not to react. You have to act. Overall, I think you must be better in the defense. You must think about more the meta in the offense. Maybe you can choose this next year in FIFA 22. Maybe you can make some steps to a higher level. Ezt mindenképpen megfogadom, a negatívumokat is próbálom helyrehozni. Aztán próbálok minél magasabb szintre fejlődni még a következő szezonban is, FIFA 22-re. Kevin, you are the oldest player, yeah, with 22 years old. Maybe you are now on your highest level. Maybe you could not be higher. Another point is your English is not so good. I talked about some international sponsorships like this, and it's very important maybe with some Samsung or Nike or something like that. Make some stuff in English or something like that. You played very well. You won yesterday, yeah?
Nem tudja eldönteni veled kapcsolatban, hogy ez vajon neked a csúcs, lehet még kicsi benned, vagy akár több is, de hogy neki az a tipje, hogy nyilván innen már talán nehezebb előrelépni. A tanácsokon abszolút nem sértődtem meg, építő jellegű volt, ezt el is mondtam már az elején, hogy mindenkinek nem azért mondja, hogy kötözködjön, vagy hogy levigyen az életről, hanem hogy pont, hogy felemelje azokat, amikben változtatnunk kell. And the last one is Benze. 17 years. Yeah, you was second place yesterday. Very fast in your head. So your player switching is good. When your opponent is playing the pass, you are right there in the tackling. That's one of the good things in the defense. One of the bad things in the defense is your offside trap. Some players use creative runs, but some of the best players didn't use that. It's good that you do fake shot every time. It's not every time good. Szóval az első dolog, amit feljegyzett veled kapcsolatban, hogy te voltál az első, aki belépett a terembe akkor, amikor tegnap kinyílt az ajtó, hogy ez magabiztosságra utal, és ez már nagyon tetszett neki. Abszolút a formációk, amiket használsz, a 4-3-1-2 és a 4-4-2, amit látott tőled, hogy abszolút ugye megint csak a meta formációk közé tartoznak. Tetszik neki nagyon, hogy a Creative Brand használod. Lehet még rajta fejleszteni, de összességében már az, hogy ezt használod és gyakran használod, egy nagyon jó dolog, mert sokan használják, de sokan vannak a legjobb játékosok közül is, akik nem használják, és éppen ezért ez egy nagyon jó fegyver tud lenni. You have to smile. You sit there without any face. You must be create your own personality. Yeah, you need some nice or positive charism, you know. Very important that you came out of yourself. Megemlítették a hibáimat is. Nagyon jó erre, mert oda tudok erre legközelebb figyelni. That's it. Thank you. And good luck for the future. Mindenki marha jó volt, és hogy mondjam, nekem pozitív csalódás is. Tudtatok karaktereket vinni a streambe, tehát most nyilván vannak negatív kommentek, nekem is van negatív komment, ezeket el kell engedni. Aki közületek itt a Domination Campben kivívta annak a lehetőségét, hogy csatlakozzon a Domination eSports csapatához. Ez a játékos pedig nem más, mint